A diákok elmondták, hogy aki rendesen készült, illetve az elmúlt 8 évben is tanult és odafigyelt az órákon, annak nem okozott különösebb nehézséget a feladatsor megoldása. Két szem cukorka az asztalon. A Szabadkai Majsai úti általános iskolában így várták a tesztet kitöltő diákokat, ha valakinek netán leesne a vércukra. A tesztírókat sorban szólították. Az általunk megkérdezett tanulókat nem különösebben zaklatta fel, hogy halasztottak. Szerintem nem volt semmilyen különös történet vele. Annyi, hogy még egy napot be kell jönni. A kísérettségi feladat során nem volt túl nehéz, mondták az általunk megkérdezett tanulók, arra viszont többen is panaszkodtak, hogy egyes feladatok nem túl szerencsésen lettek lefordítva. Igazából én meg vagyok elégedve a kérésekkel, de a teljesítményemmel is, csak annyi volt az egészben, hogy szerintem a kéréseket bírták volna jobban is lefordítani. A tanárok úgy látják, hogy az incidens semmiképpen sem tett jót a gyerekeknek. Nem érintette őket úgy, hogy jó értelemben, mivel matematikára készültek, és akkor tolódott, megfordult az ő fejükben a kombinált és a matematika sorrend. A Majsai úti általános iskola 8-osai számára felkészítő órákat is szerveztek májusban, hogy jó eredményt érjenek el. Idén 85 nyolcadikosunk fog kísérettségizni, ebből a 85 tanuló 47-en írják magyar nyelven a tesztet, illetve 38 tanulónk szerb nyelven. A tanulóink készültek mind az anyanyelv, mind a matematika, mind pedig a kombinált teszt megírására. Az iskolások a 6., a 7. és 8. osztályos eredményeik alapján maximálisan 60 pontot gyűjthetnek, míg a kísérettségén maximum 40 pont szerezhető. A matematika kísérettségi feladatsorait eredetileg kedden kellett volna megoldaniuk a felsősöknek, de a mintegy 69.400 szerbiai végzős számára ezt már halasztották, mert kiszivárgott a feladatsor. Az eset kapcsán tart a nyomozás, egy szülőt letartóztattak, aki egy nyomdából tulajdoníthatta el a teszteket a gyanú szerint. Mladen Šarčević oktatásügyi miniszter az esetet követően beadta lemondását, de sem a szerb kormányfő, sem pedig Szerbia elnöke nem fogadta el azt. Jövőre az illetékesek szerint elektronikus vizsgáztatást vezetnek be, ezért azt mondták, nem fordulhat elő többé ilyen incidens.